Kiszeli Zoltán televízión kérdésére elmondta, Magyarország a rendszerváltást követően nagyon szeretett volna tagja lenni az Európai Uniónak, ám egy olyan uniónak, amelyben egyenrangú felek lehetünk. A közeledő európai parlamenti választás kapcsán kiemelte, hazánkban magas 30% feletti részvételi arányra számít. Nagyon sokan úgy érzik, hogy most van a lehetőség, hogy hallassák a hangjukat, hogyha a migrációt meg akarják állítani, vagy Brüsszelben nem az Európai Egyesült Államokat akarják létrehozni, hanem a nemzetek Európáját, akkor bizony olyan pártokra fognak szavazni, amelyek nem a bevándorlást és az Európai Egyesült Államokat támogatják. Tehát ez a kérdés most is, és hát feltehetően ezért lesz magasabb a részvétel, mert az emberek nem akarják, hogy a fejük fölött a brüsszeli bürokraták meg a spekulánsok döntsenek a sorsukról. Kérdésre elmondta, a magyarországi ellenzék sajnos most már a jobbikot is beleértve, egyértelműen a brüsszeli bevándorláspárti és globalizációs terveket támogatja kiálltak a Soros Egyetem mellett, megtámadták a Stop Sorost, ami pont a bevándorlást támogató civil szervezeteket korlátozta volna Magyarországon, például pont itt a határzárnál, hogy nehogy jogi furfangokkal kitanítsák a migránsokat, hogy mit kell mondani, és hiába van határzár, mégis át tudjanak jönni. Tehát a jobbik is sajnos ezeket a döntéseket megtámadta, tehát az ellenzék ilyen szempontból nem tud vonzó alternatívát állítani, és hát azt látjuk, hogy az ellenzék igazából az önkormányzati választásokra készül, de hát hogyha most az európai választáson nem szerepelnek túl jól, akkor ősszel sem várható, hogy lendületet kapnának. Kiszeli Zoltán azt is kiemelte, ezzel szemben a kormánypártoknak van egy erős alternatívája. Nem a bevándorlásra, és igen a magyar családokra, a magyar gyermekekre. Az emberek pedig tavaly április 8-án megmutatták, hogy tisztán átlátják, hova vezetne, ha a baloldal, akár független jelöltek mögé bújva, visszatérne és ebből nem kértek.